Shalom és üdvözlet mindenkinek! Hadd javasoljam a yahooaútja.hu weboldalt, ahol végtelen videót találhattok, és amennyiben hasznosnak találjátok erőfeszítéseinket, és azok épülésetekre volt, támogatásotokkal hozzá is tudtok járulni ehhez. Köszönöm, és halleluja! Üdvözlet mindenkinek, és Shabbat Shalom! Ezúttal az jutott eszembe, hogy olvasván a híreket, meg készítvén a videókat, hogy ha amennyiben bekövetkezik, már pedig úgy tűnik, hogy befog egy következő ilyen úgymond járvány helyzet, akkor hogyan is fog tudni majd az ember gyülekezni abban az időben, mivel ha jól értelmezem, akkor most már szigorúbb lépéseket akarnak bevezetni, és hamarabb, hogy megfékezzék ezt az úgymond járványt, ami fenyeget. Szóval most, hogy lesz-e vagy sem, én nekem nincs kétségem afelől, hogy lesz, de néhány ötletet esetleg adok azoknak, akik azt tervezik, hogy akkor is szeretnének valamilyen formában a sabbaton részt venni, nem feltétlen itt velünk, hanem megtartani a sabbatot úgy, mint egy ünnep. Szerintem érdemes elgondolkozni már azon, már most, hogy milyen módokon is fog tudni az ember találkozni bárkivel is, hogyha ugye ilyen árak vannak, ilyen benzinárak vannak, meg egyáltalán, hogy van-e üzemanyag, vagy lesz-e üzemanyag a jövőben, és beleszámítván azt, hogy azok az emberek, akik járják ezt az utat, milyen kevesen vannak, és mennyire szétszórva az országban, nem egy egyszerű helyzet is. Hogyha hosszabb ideig valaki magára marad, ha hosszabb ideig valaki nem tud találkozni olyanokkal, akik járják ezt az utat, az szerintem az egyik legnagyobb fenyegetés, meg veszély, hisz az ember a saját gondolataival de egyedül marad, és kicsit talán reménytelennek is tűnhet, hogy egyedül van a világban mindenféle olyan kapcsolat nélkül, aki valóban megértené, hogy mi is az, amin átesik egy ember, aki próbálja járni ezt az utat. Nem azt akarom mondani, hogy ez nehezebb, mint a többi emberé, csak más problémákkal kell megküzdeni. Úgyhogy erre gondoltam főként, hogy erre lehet, hogy érdemes felkészülni. Az előző, vagyis ebben az előző járványintézkedős időszakban eléggé megcsappant az emberek száma, és szerintem ahhoz nagyban hozzájárult az, hogy nem tudtak találkozni senkivel, és így, ha az ember egyedül marad a gondolataival, akkor az ellenség könnyen beférkőzik az elméjébe. Talán ez a nagy veszélye annak, hogy valaki egyedül marad, és nincs lehetőség arra, hogy találkozzon. Ez persze most is fenyeget, hogyha valakinek nem az a prioritás, hogy találkozzon az emberekkel, akik járják ezt az utat, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon miért nem, és mit tud tenni annak érdekében, hogy ez változzon. Szóval lehet, hogy tudatosabban kellene felvenni a kapcsolatot azokkal, akik, meg kikutatni azokat az embereket, akik esetleg vevők erre a sabbat, illetve erre az útra, és már most elkezdeni szervezkedni, hogy is lesz, ha esetleg úgy alakul, hogy nem lehet utazni, nincs meg a lehetőség, akár anyagi okoknál fogva, akár mindenféle hiányra hivatkozva, ugye az államvezetés, ha ezt meg fogja gátolni. Bár itt egyelőre egyfajta áldás van, ugyanis az élet relatíve zökkenőmentes, még akkor is, hogyha nem egyszerűsödik. Szóval már most el kellene kezdeni keresni azokat az embereket, akik ott vannak a közelben, kitalálni, hogy hogy, mint, kivel, mikor, merre. És nem csak a sabbat miatt, hanem azon egyszerű oknál fogva is, hogy
Egyedül nagyon nehéz lesz szembenézni azokkal a kihívásokkal, amiket egy újabb ilyen helyzet teremteni fog. Mert előbb-utóbb el fogunk jutni arra a pontra, amikor még most volt minden, amit lehetett tenni, stb. De a jövőben egy ponton el kell, hogy kezdődjön az az időszak, amikor ez akadozni fog, ez az ellátás, és erre is volt már utaló jel ezúttal az előző szakaszban, meg jelenleg is van. De még mindig úgy tűnik, hogy az emberek többsége inkább azt választja, hogy a homokba dugja a fejét, és nem foglalkozik ezzel. Ami szerintem egy elég nagy hiba, úgyhogy már most el kellene kezdeni felkészülni arra az időszakra, hogy mi lesz akkor, honnan lesz ez, honnan lesz az, amire szüksége lesz, hogyan fogja magát ellátni. Hogyha valaki a városban van, akkor az elég kényes, hiszen az egy kiszolgáltatottabb helyzet talán számos szempontból, mint egy akár csak egy falusi, vagy egy vidéki életforma. Most nem azt mondom, hogy ha valaki kiköltözik a világból, akkor most azonnal megoldódik az összes problémája, mert azért az ember egy olyan könnyen, ahogy az itt nyilvánvalóvá vált, de mégis talán nagyobb reménye lehet annak, aki a várostól eltávolodik, szóval ezeket érdemes átgondolni, hogy mint lesz ez, ha az eljön az az időszak, amikor nem lehet olyan szabadon közlekedni, vásárolni, kommunikálni az emberekkel. Arra sincs garancia, hogy az internet örökké működni fog ilyen zavartalanul, mint most, vagy a távközlés. És nem hiszem, hogy túl sok ember kifejezett energiákat abba fektet, hogy ezeken elgondolkozzon, vagy ezeket a problémákat megoldja. Hogyha csak magamra gondolok, meg arra, amit mi elkezdtünk itt csinálni, hogy ez mekkora erőfeszítés volt, milyen sok ember részéről számos területén az életnek, akkor ez, azt hiszem, hogy elkezdeni ez időszerű akármelyik pillanatban, mert ez így is úgy is egy hosszú folyamat lesz mindenki számára. De ne dugja senki a homokba a fejét, mert ezt nem lehet elkerülni, és arra nincs garancia, hogy azt mondogassam, hogy jaj, majd az atya segít, meg úgy is megmutatja, meg minden majd jó lesz varázsütésre, mert könnyen lehet, hogy az évek során elhangzott videókkal akarta mutatni, hogy már mozdulni kellene, meg csinálni valamit, és aki ámulasztotta, az meg egyszerűen csak vár még mindig a csodálatos jelre, hogy na majd most, vagy így, vagy úgy. Az közben már az réges-rég elhangzott azok a figyelmeztető jelek. Ami szerintem közelebb áll az igazsághoz, mint bármi. Úgyhogy ezt akartam most így egyelőre elmondani, ezt mint egy figyelmeztetés, meg egy lehetőség arra, hogy mindenki elgondolkozzon, és elkezdjen felkészülni, és ne gondolja azt, hogy majd a hollók hozzák a falatkákat, meg majd a sziklából folyik a víz, meg ő kiteleportál onnan majd a meseszerűen a jó helyre, mert erre azért ritkán volt példa az írások során, még akkor is, hogyha volt, de nem ez volt a jellemző, hanem az emberek felkészültek, vártak az ő következő jelzésére, meg a következőre, és csinálták azt, amit kell, és az én meglátásom szerint ezek a figyelmeztetések itt, ezeken a csatornákon elhangzottak már az évek során számos alkalommal, úgyhogy már senki nem mondhatja azt, hogy hoppá, egyszer csak puff, megindult az egész. Megkérek mindenkit arra, hogy ha hasznosnak találjátok a munkánkat, akkor osszátok meg ezeket a videókat, lájkoljátok, illetve támogassatok minket, nem hiszem, hogy olyan rossz helyre kerülne az a támogatás. Mindenkinek szép napot, Sabbat Shalom, és hamarosan találkozunk.